Hát üdvözlök mindenkit! Ugye volt egy korábbi Cospace üzenetem, mi szerint az óra személyes jelenléttel lesz megtartva. Hát ez nyilvánvalóan ugye a jelen járványhelyzetben ez nem lehetséges. Ugye nagyjából az óraidő tartama az arra elég, hogy az alapokat megmutassam. Maga az anyag elsajátítása az lényegében ilyen beadandó feladatokon keresztül fog zajlani, úgyhogy ezért mindenkinek hát elég sok munkába fog valószínűleg ez kerülni. Ugye az órát azt ilyen YouTube videókkal tartom meg, hát ennek két oka van. Az egyik az, hogy azért ezt a fajta felületet visszasítjük előnyben, mert így visszanézhető az óraanyaga. Így talán azok a dolgok, amiket elmondok, esetleg újra megnézve, ha valami nem világos, akkor az hát talán segíthet. A másik, hogy az óra a szombati napon van, és ugye az épület az nincs nyitva a szombati napon. Ez nem lenne probléma talán más tanóra keretében, azonban olyan online fórumon, ahol ugye interaktívak tudunk lenni, igazából nem tudom megtartani az órát tekintve, hogy az otthoni, mondjuk úgy, hogy informatikai háttér az ezt nem teszi lehetővé. Egész egyszerűen kevés otthon a monitor, meg kevés otthon a hát egy-két szoftverben is nem meg. Úgyhogy ezért ezt a fajta YouTube-os videót tartom meg. Még van olyan gondolatom, hogy majd lesz egy konzultáció valamikor a délután során. Ezt még majd kicsit átgondolom. Cospace-en fogjátok látni, hogyha a döntés az volt, hogy lesz. Jó, Cospace-re írtam föl dolgokat, ezt itt lehet így nagyjából látni. Az óra az lényegében, vagy hát maga az egész feladatnak a végrehajtása, az a tanszéknek a szerverén fog történni. Ugye ez egy Linuxos szerver, ennek megfelelően ehhez a szerverhez az otthoni számítógépről csatlakozni kell mindenkinek. Ahhoz, hogy ezt hát gond nélkül menjen, ahhoz szükség van segédprogramokra. Ide helyeztem a Cospace-en az üzenetek, vagy milyen hirdetmények közé a linkeket, azért, hogy ugye ne kelljen most azt leírni. Alapvetően három programra van szükség, ugye itt négy link szerepel. Ugye ez attól függ, hogy kinek milyen operációs rendszere van otthon. Abban az esetben, hogyha Win 10 operációs rendszere van mindenkinek, akkor ezt az Ubuntu applikációt kellene föltelepíteni. Itt ez a link. Ez nem a program letöltésére szolgál, ez csak egy rövid segédlet arra, hogy hogyan kell ezt telepíteni. Alapvetően ez az Ubuntu applikáció, ez a Windowsnak a része, a szoftverboltból lehet telepíteni, de be kell állítani hozzá néhány dolgot. Jó? Ez a linken elérhető segédlet ezt lépésről lépésre bemutatja, tehát ezért én nem tartom azt fontosnak, hogy én ezt most megpróbáljam itt előttetek telepíteni. Arról nem is beszélve, hogy ez nyilván azt igényelné, hogy én először letöröljem a sajátomat és újra telepítsem. Abban az esetben, hogyha nem Windows 10-zel dolgoztok, hanem valami korábbi Windows-zal, akkor a PUTY nevezetű programot kell letölteni és telepíteni. Itt ez a link a letöltő oldalra visz, és ott a adott számítógép operációs rendszerének és az, hogy hány bites rendszer, annak megfelelően kell telepíteni a PUTY-ot. Jó, tehát vagy a PUTY, vagy az Ubuntu, attól függően, hogy Windows 10 vagy valami más. Hogyha véletlen valaki az otthoni számítógépén Linuxot használ, akkor igazából mindenre nincs szükség. Jó, ezen kívül szükség van az Xming nevezetű programra. Ugye az Xming nevezetű program az egy segédprogram lesz,
Nekünk csak arra fog ez szolgálni, hogyha szöveget szerkesztünk, tehát a programkódokat szerkesztjük, akkor ezeket a lényegében ugye a Linux szerveren lévő grafikus felületeket az Xmin fogja fogadni. Tehát ahhoz, hogy mi grafikus programot futtassunk a szerveren, ahhoz az Xmin-nél futnia kell. Itt is a linken elérhető ennek a telepítője, ezt fel kell telepíteni. Annyit még a használatával kapcsolatosan, hogy az Xmin az indítást követően ott lent az óra mellett, ugye a Windows 10 esetén van egy fölfele nyíl, azt, hogyha megnyomjátok, akkor ott megjelenik egy kis X, hát ugye ilyen ikon. Ezen kívül semmi más nem fog csinálni a program. Tehát amikor indítjátok az Xmin-et, ne számítsatok arra, hogy itt látványos dolgok történnek. Tehát alapvetően ennek futnia kell a háttérben. Jó, tehát ezzel semmi más dolgunk nincsen. Föltelepítitek, elindítjátok. Hogyha ez megy, akkor utána lehet belépni vagy az Ubuntu appal, vagy a puttyal a szerverre, de először el kell indítani az Xmin-et. Jó, van még egy program, a WinSCP. Ugye a WinSCP az egy fájlkezelő. Itt is, hát amit ugye föl kell telepíteni, ugye itt van a linken, alapvetően ez arra szolgál, hogy a szerveren található fájlokat elérjétek, és lehet felmásolni, lemásolni dolgokat. Nem feltétlen kell használni, de jó, ha megvan, illetve ott a könyvtárak létrehozását, azt lehet így Windows-os környezetben is, hát hogy úgy mondjam, elvégezni. Jó, tehát ezeken a telepítéseken végig kell menni, és akkor utána fogom lényegében, hát hogy úgy mondjam, mutatni, hogy ugye hogyan kell belépni.